Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, a gondolkodó. A mai videómban az első talán esett történetet fogom elmesélni. Ez egy ingatlan megnézése, ingatlanossal történt. Itt helyben, ahol lakom, itt van egy elég helyi, elég nagynak számító helyi iroda, és az egyik ingatlant árulták, hogy akkor pont ingatlan nézőben voltam, és gondoltam, hogy híresek is, az ingatlan az nagyjából külsőre az olyasminek tűnt, mint amire nekem szükségem van, és hát teszünk egy próbát. Bár az ingatlanosokkal nem volt jó tapasztalatom, illetve a környezetem akkor még nem igazán dicsérte őket, gondoltam, hogy hát ha mégis van lehetőség. Ekkor kijött az ingatlan referens, hát elég egyedi módon megmutatta az ingatlant, mert hogy kulcs az nem volt hozzá. A kaput azt könnyedén ki tudtuk nyitni, mert nem volt igazából zárva, ellenben a ház az zárva volt, de kulcs ugye, mint mondtam, nem volt hozzá. Ezért gondoltam, hogy egy jó irányzott rúgással kinyitja nekem az ajtót, illetve nekünk. Majd rendbe hozták, tehát ebben nem volt probléma, és saját kulcsuk lett innentől. De bemutatásnál, ami látszott a házból, paramétereket nagyon profin bemutatta, elmondta nagyjából az építés idejét, építési módot, tökéletesen fel volt készülve, tudása is megvolt hozzá, és ugye körbejártuk, udvar, telek, minden észrevettük, ugye, hogy nincsen szolgáltató, a ház belülről ők sem tudták pontosan, teljesen tönkre volt téve. Lényeg a lényegben, hogy mondott egy elég nagy összeget, ami mint kiderült azért került ilyen összegre, mert valójában ő határozta meg ezt az összeget, és úgy gondolta, hogy hát minél nagyobb, mert hát ilyen gyorsan érdeklődő van egy nap után, tehát aznap tették ő a táblát, akkor ez egy kellendő ingatlan lesz, és egy elég irreális, ez 2 évvel ezelőtti történet, irreális árat mondott, még lett volna értelme alkudozni is, bár jobban megnézve elég rossz állapotban volt, és majd mikor nem kapott még árajánlatot, sem tettem rá, bár ekkor még nem is nagyon tudtam, hogy hogy kéne, meg mint kéne, jöttem a mi az alja kérdés jellegű kérdéssel, hát nem nagyon tervezett engedni, mert hogy ilyen gyorsan, és hogy biztos, hogy igény van, és akkor hát nem lehet nagyon engedni, majd 2-3 havonta megkeresett, hogy de hát beszéljünk az árról, addigra már jobban átszámoltam, átnéztem, kezdtem kitanulni azt, hogy mikre kéne odafigyelni, mik azok a költségek, amik nem hasraütésszerűen állapítunk meg, hanem jobban megnézünk, mik azok a jelek, amik egy elhanyagolt, kifűtetlen, szellőzetlen ingatlannal lehetnek, és időközben rátaláltam a jelenlegi mentoromra, Kőházi Csabára, innen is köszönöm szépen az összes videóját, ingyeneset, fizetőset, klubját, minden hangszeren játszik, és a tanulás az innentől gyakorlatilag fénysebességgel ment, és rájöttem, hogy annál nagyobb balfék nem lehettem, mint hogy hasraütésszerűen mondtam egy árajánlatot, mert nem vettek komolyan, hiszen hát most mondtam egy számot, én is ezt tenném, tehát nem vettem volna komolyan magam. Ellenben, ha végigírom az összes problémát, az összes kijavításra váró hibát, ennek feltételezett költségét, esetleg hívok szerelőt, aki vagy elhárítóját a hibának, és mond rá egy árajánlatot, azt mellé teszem, és ehhez hasonló árajánlatot teszek, még elképzelhető, hogy lett volna értelme gondolkodni benne, illetve az én ajánlatomban, de így valószínűleg én is elhesegettem volna magamat, ahogy meg is tették, illetve hát utána kezdtek el ugye időnként megkeresni, hogy nem-e tudunk árba egy kicsit közelebb kerülni egymáshoz, de ugye ekkor már az ingatlan nem volt számomra megfelelő, mert egészen más szemmel néztem. Tehát valójában szemléletváltáson kezdtem el átesni már akkor, és azóta meg egyenesen párfordulás következett be. És ezt nagyon szépen köszönöm a klub minden tagjának is, hogy szép lassan nagyon sok irányba, de felnyitjuk egymás szemét, és a régi énére az emberi rá se ismer. Köszönöm, sziasztok!